Új meséskönyvvel gazdagodott az erdélyi magyar gyermekirodalom. Gergely Edó írásai eddig a Napsugár gyermeklap, a Vasárnap hetilap és korábbi kötete a Monyó mesék oldalain láttak napvilágot. A szerző most újabb kötettel örvendeztette meg olvasóit, a címe Mese az élet virágáról. A szerző a következő szavakkal hívta meg közönségét a könyvbemutatóra. Hozhattok magatokkal fájást, szívsajgást, határidőre szeretést, kopottas tekinteteket, viseltes bőröket, kucifántos érzéseket, gyógyulni nem akaró sebeket, múltba visszarángató hegeket. Belehelyezzük az életvirágába, ott mindezeknek és mindennek helye van, még így adventkor is, amikor kötelező a boldogság. Akik eleget tettek a meghívásnak, kicsik és nagyok, szülők és gyerekek, pedagógusok, bizonyára elégedetten távoztak, hiszen a szószoros értelmében vett könyvbemutatón kívül olvasásról, gyermekirodalmi írásokról, azok tartalmi és célirányos vonatkozásairól hallhattak a meghívottak beszélgetése során. Zsigmond Demese, a Napsugár és a Szivárvány gyermeklapok főszerkesztője, Farmati Anna, a Vasárnap hetilap főszerkesztője, és Szikszai Bóné Ildikó, az Ábel kiadó igazgatója osztották meg gondolataikat a jelenlevőkkel, és méltatták Gergely Edó írásait. A Mese az élet virágáról című kötetben virágokról szóló meséket, földről, vízről és tűzről írt történeteket, hetet-hét országról írt meséket olvashatunk. Olyan írásokat, amelyekben Pressing Lajos szerint az élet nektárját ízlelhetjük. A könyvemutatón a gyerekek kedvük szerint rajzolhattak, kekszet majszoltak, majd ajándékban is részesültek. Ajándéknak számított az új kötetből felolvasott mese is. Hallott aztán egyszer, hogy egy jómódú, de furcsa családban valami nagy szörnyűség történt. Olyan gyermekük született, akit senkinek sem mernek megmutatni. Mindenki elől rejtegetnek. Ez a család azért volt furcsa, mert ott, mintha senki sem tudta volna igazán, hol is a helye. Olyan fejetlenség uralkodott az egész gazdaságban, hogy még a tyúk is magától ült bele a húsos fazékba. A szakácsné meg csak nézte, aztán fogta a habverőt, és megfésülködött vele. A gazdáné egész nap a falakkal beszélt, de hiába, mert azokról csak mállott, egyre mállott a vakolat. Köszöntöm vendégemet a stúdióban, Szikszai Ildikó, az Ábel kiadó igazgatója. Szervusz, köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm a meghívást. Hát karácsonyi könyvvásárlásról fogunk beszélgetni. Elsőként hadd kérdezzem meg, hogy érdemes-e könyvet vásárolni karácsonyra, vagy ha igen, miért? Szerintem érdemes. Én a saját gyerekeimmel látom, hogy nagyon szeretik a könyveket. Ha van egy kedvenc könyvük, azt általában este beviszik egy kicsit az ágyukba, még ott lapozgatják. Nagyobb olvas, a kicsi még egyelőre a képeket néz is. Azt hiszem, hogy ezzel sok gyerek van még így. És bizonyára nem csak a gyerekek örülnek egy-egy könyvajándéknak, talán ott akadnak gondok, hogy a bő választékból végül is ki kell emelni valamit, és le kell emelni a könyvet a polcról, vajon mi legyen a találó ajándék. Lehet, hogy könnyebb lesz válaszolni, hogyha egy kicsit korosztályokra bontjuk ezt a történetet. Tehát gyerekeinknek hogyan válaszunk, minek alapján könyveket? Igen, tényleg nagyon nehéz. Hatalmas a választék, hazai irodalom, külföldi irodalomban, gyermekirodalomból fantasztikusan színes a választék, és ez jó is valahol, de van ennek hátulütője is, hogy a szülő szinte belezavarodik, hogy akkor most mi legyen, hogy választ a tartalom szerint, ismerem azt a tartalmat, olyan a gyereknek most megfelel az, ami az én gyerekkoromban nekem megfelelt. Hát a gyerekek mindenképpen a kicsikék a meséket szeretik, arra van igényük. Úgy látjuk, hogy egyre inkább kialakult az, hogy igényes legyen a könyv kívül is, nem csak belül, tehát legyenek színesek a lapok, amennyiben lehet, legyen kemény táblás az a könyv, hogy tartós is legyen, szívesebben is vegye a gyerek a kezébe, és mindenképpen a kicsiknek sokszínű, kellemes színárnyalatokat használó szép könyveket kell kínálni, mert azért szívesebben nyúl és többször kézbe veszi akkor. Úgy tűnik, hogy a szülők is ráéreznek erre. Most te egy kiadónak is igazgatója vagy, ti is jó néhány gyerekkönyvet dobtatok a piacra. Nálatok mi a szempont? Mi elsősorban tankönyveket adtunk ki, a kiadót azért is hozta létre annak idején a tulajdonos, a Pedagógus Szövetség, de
folyamatosan igény mutatkozott arra, hogy a tankönyv mellett gyerekkönyvet, itt nem csak feltétlenül mesekönyvet, először dalos könyvecskével kezdtünk. Én közben mutatom a igen, kollégáknak tehát és a kamerának. Dalos könyvecskével kezdtünk, és ez nagyon nagy sikernek örvendett a gyerekek és a szülők körében is. Egyszerű kis népdalok és műdalok vannak benne, illusztrálva van, színes, a kicsi gyerekek nagyon szeretik a sokszínt, ugyanakkor szeretnek énekelni is, tehát ezt a két dolgot nagyon jól össze lehetett kötni az ilyen könyvben. Emellett van kicsi mesekönyvünk is, amit igen, szintén nagyon szeretnek a gyerekek. Erről beszélünk a mesejátékról? Arról beszélünk a mesketékről. Közben van verses kötetünk is, sajnos egyre kevesebben olvasnak már verset, de van egy nagyon különleges verses kötetünk, Cseh Katinak a Virágáros bácsi című könyve. Most már ez kettőt is a kezembe. Attól nagyon különleges a Cseh Kati verses kötete, hogy ez a Virágáros bácsi egy kolozsvárikum, úgymond, nemrég hunyt el Sándor bácsi, ő a főtér egyik sarkán virágot árult, nem azért, mert rá volt szorulva, hanem az idős bácsi unta otthon az életét, és kint az utcán mindig akadt valaki, aki megállt, beszélgetett vele, sőt, volt olyan, hogy idegen vezetősködött, elvitt egy csoportot a főterén, körbe vezetett, vagy a házsongárba körbe vezette az embereket. Neki ez egy hobbi volt. Ő ihlette meg Cseh Katint ennél a könyvnél. Van szintén kolozsvári szerzőtől, igen, kolozsvári szerzőtől, Lövi Károly doktor úrtól, aki Dániel Károly írói álnév alatt évek óta ír a Szabadságban karcolatokat. Most jelent meg egészen friss az Egy szál tulipán című kötete, nemrég volt a bemutatója. Ez már felnőtteknek szól természetesen. Felnőtt olvasókra is gondolunk, és nagy szeretettel ajánljuk karácsony előtt az újdonságainkat, korábban megjelent kiadványainkat is a felnőtteknek is, gyermekeknek is. És még egy dalos könyv ez alkalommal, igen, népdalokat gyűjtöttek. Igen, ez egy megunhatatlan kiadvány, a népdalok. Úgy tűnik, hogy még mindig keresettek. Népdalokból vannak kisebb gyerekeknek szóló köteteink is, és nagyobbaknak is, ez a nagyobbaknak szóló. Jó, köszönjük szépen. És mivel említetted az idén, hogy igen nagy az imént, hogy nagy a választék hazai kötetekből, Magyarországról áthozott könyvekből egyaránt, és míg régebb ugye elsősorban az árban és minőségben láttuk a különbséget, most talán az igényesség itt is hangsúlyosabbá vált, és nagyon szép kötetek jelennek meg nálunk is. Most az árkülönbségen túl maradt még valami olyan szempont, amely alapján egyiket vagy másikat választjuk? Hát egy kis lokálpatriotizmus, hogyha szabad erre appellálni. Hát mi elsősorban a saját szerzőinket propagáljuk. Amikor egy könyv kiadása mellett döntünk, akkor megpróbáljuk azt előtérbe helyezni, hogy amennyiben lehet egy erdélyi, ha kezdő, vagy esetleg már valamilyen szinten befutott szerzőt juttassunk kiadói helyzetbe. Azon kívül fontosnak tartjuk, hogy az illusztrátorok között is próbáljunk meg valamilyen erdélyi kötődésű illusztrátort megkeresni. A mesekönyv, amiről korábban is beszéltünk. És mondjuk el, ki az illusztrátor, mert igen, éppen ez kimaradt a bejátszásból. Az illusztrátor, igen. Neki is van kolozsvári kötődése, ő itt született, Magyarországon él, oda kitelepedett, ott van a családja is. Ő illusztrált, és ő évek óta illusztrál a Napsugárnak és a Szivárványnak is, tehát ő még mindig fél lábbal itt van Erdélyben köztünk. Jó, akkor térjünk át a nagyobb korosztályra, a serdülőkre, akikről ugye köztudott, hogy nem az olvasás jellemzi feltétlenül mindennapjaikat. Igen, hát a serdülők, most már tapasztalatból is kezdtem mondani azt, hogy igen, egyre kevesebbet olvasnak. Le is vannak terhelve ezek a gyerekek, délután 2-3-ig, többnyire 3-ig van órájuk, rengeteg házi feladatuk van. Kevesebb a szabadidejük, kevesebbet is olvasnak, és megváltozott az igényük is, más típusú könyveket olvasnak, ugye bejött a Harry Potter világ, van a Harry Potternek magyar megfelelője is, a Gergő sorozat, amit szintén melegen tudok ajánlani magyarországi szerzőtől, magyar kiadásban, nagyon jó. Azért is lehetne ajánlani ezeknek a gyerekeknek, mert
amíg a Harry Potterek az angol mondavilágra, mitoszvilágra építenek, a Gergő kötetek a magyar mitoszvilágra építenek, táltosok vannak benne, és egyéb csak a magyarokra jellemző különleges szereplők, és remélem, hogy megfogja őket is. Mi végigolvastuk a családban ezeket a könyveket, hogy tudjuk, hogy mit ajánljunk a modern gyermekirodalomból és a saját gyerekünknek. Jó volna, hogyha több szülő is ugyanezt tenni, nagyon tudom ajánlani, hogy próbálják, úgy tudják igazán megérteni szerintem a szülők a gyereküket, hogyha egy kicsit megpróbálnak az ő szemszögükből nézni a világot, mert nem könnyű serdülőnek lenni. Mi időnkben sem volt könnyű, most sem könnyű. Most azt hiszem, hogy legtöbben szülőként látjuk, hogy mennyire nem könnyű serdülők szüleinek lenni sem. Visszatérve, talán akkor van nagyobb gond, hogyha nem a saját gyerekeinknek vásárolunk könyvet, hanem ajándékba vinnénk barátoknak, ismerősöknek, az ő gyerekeiknek. Szóval ilyenkor nagy a kérdőjel, hogy vajon mit emeljünk le a polcról. Igen, hát elsősorban a klasszikusokban lehet bízni, házi olvasmány is, és vannak olyan értékek, amik maradandó értékek. Nem akarok konkrét címeket mondani, mert nagyon széles a magyar irodalom palettája. Klasszikus irodalomra mindenképpen lehet építeni. Meg lehet nézni a mai modern magyar gyermekirodalmat is, mert nagyon-nagyon sok és szép könyvek jelentek meg. Mindenképpen érdemes beleolvasni a könyvbe. Már a nagyoknál nem csak az szempont, hogy sok színes kép legyen, hanem hogy a tartalom milyen. És érdemes odafigyelni a nyelvezetre is. Hogyha egy idegen nyelvből fordított könyv, akkor nagyon jó odafigyelni, hogy az egy jó fordítás legyen, mert sajnos a nyelvi botlások benne maradhatnak egy könyvben, és azzal nagyon sokat tudunk ártani egy gyereknek. Így van. És annál összetettebb a kérdés, hogyha arra gondolunk, hogy mi az, ami a gyereknek tetszik, vagy ezzel együtt az ízlését is szeretnénk alakítani valamilyen formában. Igen, erre nagyon oda kell figyelni. No, de a felnőtteknek sem mindig könnyű könyvet vásárolni ajándékba, mert itt is nagyon nagy a választék, tematikailag is, ugye bestseller, szép irodalom, lexikonok, albumok, ismeretterjesztő kötetek. Hogyha ajándékba kellene vinned felnőtt barátaidnak kötetet, akkor mit választanál? Hát nagyon elgondolkodtató a kérdés, mert van olyan barát, akinek konkrétan ezt az új mesekönyvemet ajánlanám, mert a mesék azok, az igazán jó mesék szerintem olyanok, hogy felnőttnek is tudnak szólni, nem csak gyereknek, és felnőtt olvasatban teljesen másként látja már az ember a mesét, már több van benne, mint konkrétan az a főhős, aki megvív a sárkánnyal, mert az a sárkány az mást jelent, tehát mese az egy olyan világ, amit újra lehet élvezni felnőtt fejjel is. Ugyanakkor az illetőt ismerve lehet, hogy egy verses kötetet ajánlanék neki. Bár kevesebben olvasunk verset, de a versnek megvan a maga varázsa, amire érdemes legalább karácsonykor egy kicsi időt szakítani. Ildikó, köszönjük szépen! Hát végezetül elárulod, hogyha könyveket fogsz vásárolni a családban valakinek, hogy mi lesz az? Konkrétan? Hát a gyerekeknek mindenképpen mesét, a serdülőknek valami izgalmasat, konkrétan már megvannak a tippek és az ötletek, a serdülőknek kalandregényt és valamit, ami egy kicsit nyomozós, egy kicsit izgalmas, felnőtteknek pedig lesz olyan, aki mesekönyvet kap, és lesz olyan, aki klasszikus magyar regényt. Szikszai Ildikó, köszönöm szépen, hogy eljöttél ma hozzánk, és válaszoltál a kérdéseimre. Köszönöm a meghívást.